A Mi Hazánk mozgalom felszámolná az árverések körüli gátlástalan haszonszerzést. Évek óta hatalmas problémát jelent egyébként az árverések körüli helytelen jogszabályok, amik jelenleg érvényben vannak. Ezt a problémát csak tetőzte a Varga Völner által létrehozott végrehajtási eljárások gyorsítására szolgáló törvény is, amit sem az adós nem véd, sem pedig a tartozás sem térül ezáltal hamarabb. Ezeknek a jogszabályok következtében a végrehajtók már-már arcpirító és pofátlan becsértékeken tűzhetik ki egyébként az ingatlan elveréseket. Nem egyszer találkoztam olyan esettel is, ami az átlagos ingatlan vételárának akár a 10-20%-án is kiírták a végrehajtók. Több problémát is meg kell jegyezni a becsérték körül, mert ugye ez befolyásolja azt, hogy milyen értékben fog árvereződésre kerülni az ingatlan. Az egyik ilyen hatalmas probléma az az, hogy akár kétféle becsértéken is elverezhetnek a végrehajtók, lehet a lakott vagy a nem lakott beköltözhető módon, és ez abban befolyásolja a vételárat, hogy akár a becsértéknek az 50%-án is kiírhatja a végrehajtó az ingatlan árverezést. Erre mindenféleképpen azt javasolnánk, hogy csak is egyetlen egy árverési mérték, és csak is 100%-osan írhassa ki a végrehajtó a becsértéket. A másik nagy probléma, amivel gyakran találkozunk, az a becsértéknek a kifogásának a benyújtása körül van, mivel alapvetően ugyebár, hogyha már ingatlan árverezésig jut egy végrehajtási ügy, akkor már gyakorta van az, hogy letiltás vagy inkasszálás is van foganatosítva az adós ellen, ami már alapvetően egy nagyfokú bevétel csökkenést jelenthet az adós számára. Na már most, hogyha az adós megkapja ezt a becsértékről szóló dokumentumot, akkor hogyha nem ért egyet az abban foglaltakkal, akkor alapvetően egy 15 000 forintos kifogás illetéket kell befizetnie a bíróság számára, ami az egész végrehajtási eljárásra jellemző, és szerintem túlzóan magas az összeg, de ezen felül még az adósnak 20 000-től 300 000 forintig terjedő szakértői díjelőleget is szükséges lenne befizetni. Na már most gondoljunk bele abba a helyzetbe, hogyha az adósnak inkasszálása van, vagy letiltása, akkor miből fogja ezt a nagymértékű befizetéseket teljesíteni? Így meglátásom szerint ezeket a szakértői díjköltségeket az adós számára meg kellene előlegezni, és ezáltal ugye az adós tudna még időben élni a becsérték kifogással, és ezáltal ezzel a jogával tudna mindenféleképpen jogorvoslattal élni. A harmadik nagyobb problémának tartom azt, hogy az adósok nem tudják pontosan azt a jogukat, hogy a becsértéket a végrehajtó nem automatikusan bírálja, vizsgálja felül. Ugye ez a végrehajtási törvény 140. szakasza, 8-as pontja rendelkezik erről, így ezt az adósnak kell kérni, hogy a már régebben kiírt becsérték mértékét vizsgálja felül a végrehajtót, amit két évente tud az adós megigényelni, kérelmezni. Így előfordulhatnak ezek a tragikus esetek, hogy a végrehajtó nyugodt szívvel ír ki olyan becsértékre vonatkozó árverési hirdetményt, ami akár 2010-ben lett meghatározva, vagy azután. Na hát most azt láthatjuk, hogy a 2022-ben, meg egy 2010-ben az ingatlan értékek robbanásszerűen növekedtek, így ezeknek is mielőbb gátat kell szabni. Véleményem szerint ezeket a becsérték mértékeket nem kérelemre kellene az adósoknak kérni, hanem a végrehajtóknak kellene lenni, hogy kötelezettségük legyen, hogy ezeket a becsértékeket meghatározott időközönként kötelezőek legyenek felülvizsgálni, és az ehhez szükséges értékbizonyítványt pedig be kelljen, hogy kérjék. Az árverési hirdetményt
készhezvétele után is lehessen ezen kívül az adósoknak joga arra, hogy a becsérték mértékét ilyen módon megtámadhassák. Ezek a rendelkezések szerintem mindenféleképpen szükségesek ahhoz, hogy az emberek jogai érvényesüljenek, és a jelenlegi törvényekkel ellentétben, amik teljes egészében az ingatlan mafiát, az árverési hiénákat és a végrehajtókat elégíti ki, végre az adósok jogai érvényesüljenek ezek következtében.